Ökoturisztikai centrum, energetikai beruházások, számos fejlesztés valósult meg a közelmúltban Nyírbélteken. A településen a jövőben is több felújításra kerülhet sor, emellett folyamatban van egy agrárlogisztikai központ építése, és egy napelemparkot is felhúzhatnak. A volt állomásépület és a mozdonyszín ma is őrzi a Zsuzsi erdei vasút egykori nyírbélteki megállójának emlékét, ahogy a vasutasok életét bemutató eszközök, felszerelések, egyenruhák is. Vonat ma már ugyan nem jár itt, de szeretné kihasználni a környezet adta lehetőségeket, ezért is újult meg a közelmúltban az itt található ökocentrum. A beruházás célja az volt, hogy újra a térség turizmusának egyik fő célpontjává váljon. Madáretető a fán, tanösvény és információs táblák az erdőben. A kirándulók igazi paradicsoma ez a hely. Az elmúlt évtizedekben mégis elhanyagolt és kihasználatlan volt. 2016-ban sikerült a településnek pályázni a centrum felújítására, a munkálatok pedig nemrég fejeződtek be. Október elején adták át a látogatóközpontot, amely nem csak a növény és állatvilág bemutatására szolgál, a kiállítótermekkel valódi helytörténeti múzeumként is funkcionál. Nyírbélteken nem ez volt az egyetlen fejlesztés a közelmúltban, komoly energetikai beruházások is elkészültek, a megvalósult projektek sora pedig a jövőben is folytatódhat a községben. Vendégem a téma kapcsán Nyírbéltek település első embere, Bagdi Sándor polgármester úr. Köszöntöm itt a 35 perc stúdiójában. Hát nagy büszkeség lehet most, hogy ilyesmikről kell önnek itt beszámolnia, beszélgetni. Nos, nézzük akkor, hogyha kerek egészet szeretnénk formálni mindabból, amit itt csak a felvezetőben meg tudtunk mutatni, és ami szóba került, akkor 2016-ra menjünk vissza, amikor is önök ott álltak a kezdőrugásnál, hogy sikeresen megnyert pályázatok, érkeztek a településre, és egy nagy munkába fogtak. Hogy álltak hozzá? Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Hát igen, 2016-ban volt lehetőségünk a topos pályázatokkal kapcsolatban megindulni, úgymond a fejlesztések útján, és minden pályázatra, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, minden pályázatra rámozdultunk, ami volt. Kaptunk is segítséget, a képviselő úr segített a pályázatokban, és akkor úgy volt, hogy az elsőként az energetikai pályázatokat láttuk fontosnak, ugyanis a régi iskola szárnya, illetve a polgármesteri hivatal és az idősek otthona felújítását láttuk legfontosabbnak. Ezek egy nagyon régi épületek, még a szociális időszakot tükrözte, tehát ilyen kocka épületek voltak lapos tetővel, a régi iskola is, illetve a polgármesteri hivatal is. És, tehát az energetikai pályázat kapcsán a három épületre pályáztunk egyben, és sikeresen sikerült ezt megoldanunk, és 189 millió forint összegben sikerült nyernünk pénzt. Ez teljes mértékben 100%-os támogatottságú pályázat volt, és így kezdtük el a szinte egy időben az általános iskola, illetve az idősek otthona felújítását, majd a polgármesteri hivatal külső felújítása maradt a végére. Azt meg kell jegyeznem, hogy még a Máté Szalkai Klik is nagy segítségünkre volt, hiszen ők is pályáztak, és az iskolánk belső mosdóhelyiségeit, torna csarnokát, nyilászáróit, illetve a pedagógusi épületeket, igazgatói irodát ők újították fel. Köszönet érte, ha lehet így mondani, Pesti Béla László úrnak, aki a Klik Máté Szalkai vezetője, mert ő nagyon sokat segített ebben, és tényleg 30-40 millió forintot még pluszban rákölthettünk az épületeinkre, így teljes mértékben megújult. Öröm volt számomra, hogy az iskolát azt az átadó ünnepségen gyakorlatilag én mondhattam a köszöntőt, nekem személyes élményeim is fűződnek még oda, én még ott kezdtem az általános iskolát, mint mondtam ott a köszöntőmben is, ott kaptam az első osztályzataimat, amiről most így nagy plénum előtt nem szeretnék beszélni,
viszont a dicséreteimről szívesen beszélek, de az meg szerintem nem lenne fair. Hát gondolom itt azért egy ilyen kezdéssel, egy ilyen kezdőpályázattal azért belevetették magukat a munkába, és azóta ugye meg sem álltak, hiszen egyik projekt követte a másikat. Az, ami most önöket leköti, az mi? Most ugye a Modern Falu program van kiírásunk, vagy van soron, és szeretnénk egy bölcsődét építeni. Ez nem a Modern Falu programjában van, hanem ez még a toppos pályázatból menne. Egy 14 fővel indítanánk egy kis mini bölcsődét. Nincs bölcsőde akkor. Nincs még bölcsődénk, és úgy tudjuk, hogy ezt támogatják, és meg is van már a helye, és be is adtuk a pályázatot, hogy hova szeretnénk építeni. Ezzel szeretnénk megindulni, illetve a vásárcsarnok felújítását szeretnénk még elkezdeni. A legnagyobb projektünk viszont egy napelem park megvalósítása. Ezzel kapcsolatosan már a nyáron egy kínai fél, hogyha el lehet mondani, a China Intellectual Electric Power Technology volt nálunk, tehát az ő vezetői voltak, a város vezetői, és tárgyaltak velünk. Őket érdekli a terület, mert ugye Nyírbéltek vonatkozásában elég nagy területtel rendelkezünk, ahol meg tudják valósítani ezt a napelemparkot. Akár 110 hektár területet is tudunk bérbe adni, amiből a településnek ugye a bérbeadásból haszna van, és nem utolsó sorban az iparűzési vonatkozásában és iparűzési adó vonatkozásában is igényt tartanánk némi bevételre. Nyilván könnyebb lenne a településen élőknek, meg a település infrastruktúráját majd jobban, még jobban kialakítani. Tehát ez egy nagyon nagy projekt, és jelenleg ott tartunk, hogy a pályázat kiírása történt meg, én úgy tudom, amennyire lehet erről beszélnem, és vagy a decemberi metár tenderen, vagy pedig a jövő évi metár tenderen fognak indulni a felek, akikkel kapcsolatban állunk. De mi csak a bérlésben, illetve mint mondtam, az iparűzési adó vonatkozásában vagyunk érdekeltek, nekünk az a lényeg, hogy béreljenek tőlünk földet, és a bérleti díjat fizessék meg tisztességgel, becsülettel, és akkor mi már boldogok vagyunk. És működik a településnek egy ilyen fajta része is a település életét tekintve. Igen. A beszélgetés végén én szeretném a kedves nézők figyelmét nyilván felhívni arra, amilyen feliratokat itt láthatnak, míg mi beszélgetünk, meg láthattak, amíg beszélgetünk. Nagyon sok mindenről kellett volna darabonként beszélgetni, viszont én a beszélgetés végén mégis azt szeretném, hogy arról mondjon pár mondatot nekünk, hogy ugye azért Nyírbélteken most a lakosok, meg akik oda mentek a településre ügyintézés bármi miatt, ugye azt látták az elmúlt években, meg most is, hogy valami mindig van, valami mindig zajlik, valami Igen. mindig történik. Ezt meg lehet szokni azért, gondolom, és amilyen tervekkel most is előállt, vagy amit elmondott a település tervezésében, az azért a jövőre is ezt vetíti elő. Mit jelentenek ezek a projektek a település életében? A település életében nagyon szükségesek ezek a projektek, tehát mindenképpen szükséges, mert szeretnénk egy kicsit előre mozdulni, mindig egy lépést előre tenni, és nyilván, hogyha ezek a projektek megvalósulnak itt, akkor népesség megtartó hatása is van ennek, és nekünk ez nagyon fontos. Ugye egy 3000 fős településről beszélünk, közel 3000 fős, már nincs annyi, és szeretnénk, hogy a fiataljaink maradjanak, dolgozzanak, munkát találjanak, ne menjenek el, főleg ne menjenek külföldre, és ugye hát az időskor az mindenkinek ugye eljön nyilvánvaló, és szeretnénk, hogyha a fiatalok itt maradnának Nyírbélteken. Tehát ez lenne a fontos. Ezért is volt egy olyan tervünk, ugye, hogy a régi Zsuzsi végállomásából, a Zsuzsi kisvasút végállomásából egy turisztikai ökocentrumot alakítottunk ki, amit most adtunk át, és nagyon örülünk neki, és tényleg sok látványosság van, bemutatja Nyírbéltek állat és növényvilágát. A Zsuzsi vonatról archív dokumentációk vannak, gyakorlatilag van egy sétányunk, egy olyan erdei labirintus van, ahol a gyerekek a kreativitásukat is kimutathatják, meg ki lehet forgatni kis kreatív táblákból Nyírbéltek állatvilágát úgy, és oda várjuk a látogatókat szívesen, és tehát állandóan nyitva vagyunk.
A mi szokásunk az, hogyha eljön valaki, akkor megvendégeljük, és most is így szeretnénk majd a későbbiekben, hogyha valaki eljön nálunk, akkor szívesen látjuk. Nos, hát reméljük, hogy a Kölcsei Televízió nézői vették a meghívót. Köszönjük szépen, polgármester úr, az információkat, és hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.